Röplabda, asztali tenisz, kézilabda, kosárlabda, jégkorong, tájfutás, atlétika és ökölvívás. Mindezen sportágakkal ismerkedhettek ma az általános iskolások a Benkó Zoltán szabadidőközpontban. A Kecskeméti Sportiskola az Európai Sporthéthez csatlakozott, melynek köszönhetően egy igazán örömteli, boldog és, ami a legfontosabb, egészséges eseményen vettek részt a fiatalok. Számunkra is nagy öröm, hogy az iskolások itt kipróbálhatják az összes sportágat. Több mint 500 gyermeket várunk a mai nap folyamán az Arany János Általános Iskola és a Lánchíd utcai általános iskolából, és a Kecskeméti Sportiskola és a Kosárlabda Akadémiának a sportágait itt kipróbálhatják. A legfőbb üzenete az Európai Sporthétnek is, hogy minél aktívabbak sportolók legyünk, hiszen a sportolás az egészséget, a jólétet segíti, és mindenkit arra buzdít, hogy aktívan éljen. A Kecskeméti Junior Sport Kft-n belül több mint 1800 gyermek sportol, úgyhogy én azt gondolom, hogy Kecskeméten nincs baj az aktivitással, de minél jobban szeretnénk megismertetni a fiatal korosztállyal, és hogy ők kipróbálhassák, kiválaszthatják, hogy nekik mi a legjobban testhez álló sport, és csatlakozzanak hozzánk. Jönnek ismert sportolók is, akikkel beszélgethetnek a fiatalok, akiknek feltehetik a kérdéseiket, akikkel kipróbálhatják magát a sportágat, illetve a Kecskeméti Sportiskolának is az utánpótlás sportolói itt vannak, és segítik az első mozdulatokat. Jánosi István sportért felelős tanácsnok elmondta, nagyon büszke a kecskeméti fiatalokra, pedagógusokra és azokra a szakosztályokra, akik ma képviseltették magukat a sportnapon. Sokat beszélünk róla, hogy Magyarország sportnemzet, és valóban az is, ezek meglátszanak az eredményeinkben, a különböző nemzetközi szintéren elért sikerekben, de elsősorban abban, hogy folyamatosan növekszik a sportoló gyermekek száma, a sportolni vágyók száma, és ez igaz Kecskemétre is, hiszen csak a sportiskolát tekintve is évről évre növekedő létszámmal találkozunk, és ez hozza magával természetesen az eredményeket is. Úgyhogy az az üzenete, hogy sportoljunk, szeressük a mozgást, minél többen válasszák ezt szabadidős elfoglaltsággyanánt, és várja szeretettel őket minden szakosztály. Jánosi István azt is elmondta, hogy Kecskeméten a legnagyobb népszerűségnek a foci örvend, köszönhetően a KTE óriási sikerének, de más szakágaknál is jó a helyzet. A klasszikus, hagyományosan népszerű labdajátékok folyamatosan népszerűek, kosárlabda, kézilabda, röplabda, vízilabda, de nem panaszkodhatunk a többi sportág vonatkozásában sem az érdeklődésről, hiszen a küzdősportokban is, asztali teniszben sorolhatnánk az össze, atlétikában is nagyon nagy az érdeklődés, és nagy létszámban sportolnak gyerekek ezekben a szakosztályokban. Ez persze az is kell, hogy olyan létesítmény háttér alakult ki az utóbbi években, fejlődött folyamatosan, hogy azok a körülmények is alkalmasak arra, hogy befogadja ezt a nagyfokú érdeklődést. Ellátogatott az eseményre a Magyar Férfi Röplabda válogatott szövetségi kapitánya. Nagy Pétert el sem lehetett mozdítani a röplabda pálya mellől, figyelemmel kísérte a fiatalokat. Itt ilyen játékos foglalkozások vannak ebbe az életkorban, még annyira specifikusan nem is érdemes belemenni a röplabda rejtelmeiben. Hát az látszik, hogy szívből csinálják, nagyon élvezik. Ez kicsit később, azért már felnőtt korban kiveszik sokszor az edzések hangulatából, tehát ilyen szempontból nagyon inspiráló fiatal gyerekeket látni, de nem csak a röplabda pálya köt le, ugye édesanyám Adamik Csilla a kosárlabda kapcsán érintett, úgyhogy beletekintettem egy picit a kosárlabda foglalkozásokban is. Az üzenet mindenképpen az, hogy bármilyen sporták felé is orientálódik majd egy gyerek, megismerkedjen a lehetőségekkel, amit egy adott város nyújtani tud. Teljesen mindegy, ilyen röplabdás szakemberként nyilván szeretném, hogy minél több gyerek röplabdázni kezdjen el, de nem ez a fontos ebben a fiatal életkorban, tényleg ismerkedjenek meg a sportokkal, válasszák ki, ami tetszik nekik, esetlegesen több sportot is lehet egy idő előgűzni, amikor pedig később majd kicsit magasabb életkorban specializálódni és kiválasztani a legkedvencebb sportágat. A helyszínt a híres sport non-profit Kft. Adta a mai eseményhez. Nem titkolt cél, hogy szeretnék a Benkó Zoltán szabadidőközpont adta lehetőséget még inkább kiaknázni. Rengeteg sportolási lehetőség van már most is itt a Benkó Zoltán szabadidőközpontban, de terveinkben van az, hogy ugye ezeket a sportolási lehetőségeket mind ugye minőségben, mind pedig választékosságban is fejleszteni tudjuk a jövőben. Ezen kívül pedig hát ugye célunk az is, hogy minél több esemény, program jöjjön el ide a Benkó Zoltán szabadidőközpontban, és ez a mai nap is egy ilyen összefogásnak az eredményeképpen jött létre. Úgyhogy ezt a területet csak bátran ajánlom mindenkinek a figyelmébe, aki egy kellemes programot szeretne szervezni, vagy pedig sportolásra vágyik, és szeretne kijönni a szabadba sportolni, hiszen számtalan lehetőség van a Benkó Zoltán szabadidőközpontban.
Ma egészen délután 2 óráig tartott az esemény a szabadidőközpontban. A fiatalok valószínűleg már ki is találták, hogy melyik sportot szeretnék komolyabban űzni, amelyhez Kecskeméten minden segítséget megkapnak a gyermekek a szakemberektől.